Vádemelés, 40 év börtönt is kaphat az eltűnt villanyszerelők megölésével vádolt vállalkozó. Online kölcsönzés a Huszárgál városi könyvtárban. Április 19-én hétfőtől újraindul a szolgáltatás. Szemétszedést szerveztek a városvédők a Wittmann Parkban. A városi szemétszedési akcióhoz is csatlakozik az egyesület. Köszöntöm Önöket, a Mosonmagyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Vádat emelt az ügyészség az eltűnt villanyszerelők ügyében. Életfogytig tartó, akár 40 év börtönbüntetést is kaphat a vállalkozó, akit előre kitervelten nyerességvágyból több emberen elkövetett emberüléssel vádolnak. Férje fotóját mutatja a Mosonmagyaróvári eltűnt villanyszerelő felesége Mácsik Zoltánné. Tavaly készültek ezek a felvételek, akkor még tartott a nyomozás. Nekünk a családnak nem csak azt a fájdalmat kell megélni nap mint nap, hogy az Oli nincsen velünk, hogy egyik napról a másikra egyszerűen lesöpörték őt a föld színéről, tehát kánforrá vált. És erre én úgy gondolom, hogy senki nem tud felkészülni. Most azonban fordulatot vett az ügy, vádat emeltek a feltételezett gyilkos ellen. Az ügyészség előre kitervelten nyerességvágyból több ember sérelmére elkövetett emberülés büntettével vádolja az elkövetőt az eltűnt villanyszerelők ügyében. A vádiratban az ügyészség életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabására tett indítványt. 2018-ban tűnt el a mosonmagyaróvári villanyszerelő. A rendőrség kiderítette, hogy egy 64 éves győri vállalkozó állhat az eset hátterében. És nem csak Mácsik Zoltán, hanem Orlik Vilmos villanyszerelő eltűnése is hozzá köthető, aki szintén rejtélyes körülmények között tűnt el 6 évvel ezelőtt. Március végén zárták le a rendőrök a nyomozást, melynek során megtalálták a vállalkozó telkén a mosonmagyaróvári villanyszerelő szerszámait, az eltűnésekor viselt ruhájának egy darabját és az autóját is, amelyek alátámasztották azt a feltételezést, miszerint a mosonmagyaróvári villanyszerelővel a 64 éves E. Imre végezhetett. A férfi ráadásul többször ellentmondásba keveredett önmagával vallomásai során, valamint a tanúk által elmondottakkal is. Ausztriában a másik villanyszerelő Orlik Vilmos által bérelt egy markológépet, amit E. Imre használt a férfi eltűnése után. 2015. június 3. napján megölte a sértettet, és a holttestét elrejtette. A sértett járművével aznap is, és másnap is közlekedett, figyelemelterelés céljából. A kotrógépet pedig megszerezte, rendszeresen használta, majd azt egy domboldalba vágy pincében helyezte el Ausztriában. A vállalkozó 2018-ban a mosonmagyaróvári Mácsik Zoltánnal is együtt dolgozott, és több mint 10 000 eurónyi tartozást halmozott fel. Egy találkozót beszélt meg a villanyszerelővel, akinek azt mondta, kifizeti tartozását, és egy újabb munkát ad neki. Ezen a napon, a délelőtti órákban az elkövető megölte a sértettet és elrejtette a holttestét. A sértett járművét még aznap délelőtt az egyik ismerőséhez vitte, a sértett szerszámait másnap egy rokonánál helyezte el, míg a sértett személyes tárgyait a saját ingatlanán egy üres vödörben tárolta. Az ügyészség előre kitervelten nyereségvágyból több emberen elkövetett emberüléssel vádolja a vállalkozót, aki ezért akár 40 év börtönt is kaphat. Április 19-től hétfőtől ismét lehet online kölcsönözni a Huszárgál városi könyvtárból. Befejeződtek a felújítási munkálatok a könyvtárban, és bár továbbra is zárva tartanak, az enyhítéseknek köszönhetően az online kölcsönzési szolgáltatás újraindul. A könyvigényeket a korábbi gyakorlat szerint telefonon, messengeren vagy e-mailben tudják leadni az olvasók. Sorakoznak az új polcokon a könyvek, új a padlóburkolat, már csak a pultra várnak a dolgozók. Szinte teljesen megújult az olvasótér a Huszárgál városi könyvtárban az elmúlt hónapokban. Bár a vírushelyzet miatt továbbra is zárva vannak, a lazítások lehetővé teszik, hogy újraindítsák az online kölcsönzést. A könyvtárunk felújítása véget ért, és az ezzel járó apróbb munkálatok is a könyvtárosok számára, úgyhogy az enyhítéseknek köszönhetően április 19 hétfőtől meg tudjuk kezdeni az online kölcsönzés szolgáltatást az előző időszakokhoz hasonlóan.
Az olvasók e-mailben, telefonon vagy messenger üzenetben adhatják le könyv, CD, dokumentum igényeiket, majd egy előre egyeztetett időpontban a bejáratnál tudják átvenni ezeket. Az igénylés előtt tájékozódhatnak az olvasók a képernyő alján látható online katalógusból. A személyes használatra egyelőre még nincsen lehetőség a könyvtárban, hiszen még a látogatási tilalom él, de reméljük, hogy ez is majd elkövetkezik, és addig is az online kölcsönzést tudják igénybe venni olvasóink. A nyitás időpontjáról e-mailben a könyvtár honlapján, valamint a közösségi oldalon is tájékozódhatnak majd az érdeklődők. Mindig is nagy gondot fordított a Moson-Magyaróvári Városvédő Egyesület a Wittmann Antal Parkra, ezúttal pedig egy szemétszedési akció keretében igyekeztek szebbé tenni a környezetet. Az Egyesület a városi szemétszedéshez is csatlakozik majd a földnapján. Volt, aki már célszerszámmal érkezett szombat délelőtt a Wittmann Parkba, ahol szemétszedési akciót szervezett a Moson-Magyaróvári Városvédő Egyesület. Az eligazítást követően aztán az önkénteseknek kiosztották a szemetes zsákokat, hogy a park teljes területét megtisztítsák a szeméttől. A Városvédő Egyesület mindig is nagy hangsúlyt fektetett a Wittmann Park rendben tartására, tanulmányokat készítettek, felmérték a faállományt, a szemétszedéssel pedig az általános állapot javításához szeretnének hozzájárulni. A vegetáció nagyon gyorsan befedi a területet, és elrejti a szemetet, és amit össze kell szedni, és ezért szerveztük meg a mai napon ezt a programot. Természetesen a Városvédő Egyesület részt kíván venni majd a város által szervezett földnapi gyűjtési programon. A szemétszedéssel a legfőbb célja az Egyesületnek, hogy ne romoljon tovább a park állapota, ehhez pedig már a legkisebb lépések is hozzájárulnak. A szemétszedéshez nem csak az Egyesület tagjai, hanem többi között az MTE focistái is csatlakoztak. Az MTE Egyesület is a mai napon faültetéssel és növényültetéssel kapcsolódik ehhez a programhoz, és a futballisták a 9 órás edzés után a létesítmény körüli területeket szintén mentesíteni fogják a szeméttől. A közös szemétszedéshez a Példa Egyesület tagjai is csatlakoztak, hogy gyermekek és felnőttek együtt szedjék a szemetet. Szeretnénk nyitni az egyesületek felé, amik a városban működnek, és ez is az egyik pontja annak, hogy csatlakoztunk a Városvédők kezdeményezéséhez. És ugye mivel hogy a nevünk is mutatja, hogy példát szeretnénk úgymond mutatni a közösség számára, úgy gondoltuk, hogy nem csak a karitatív munkában tudunk előjárni, hanem akár a város szépítésében is. Ezért egy maroknyi csapat csatlakozott ehhez az akcióhoz. És hát nagy öröm egyébként, hogy a gyerekeiket is elhozták az egyesületi tagok, úgyhogy tehát, hogy a legkisebbeknek is a csapatból próbálunk példát mutatni. A Városvédő Egyesület a város által szervezett földnapjához csatlakozó városi szemétszedésen is részt vesz majd, aminek időpontja április 22-e, 23-a és 24-e. A városi szemétszedésre bárki jelentkezhet a képernyő alján látható telefonszámon. 8 évvel ezelőtt indult útjára a Szigetközi Szatyor elnevezésű kezdeményezés, aminek elsődleges célja, hogy a kézműveseknek és kistermelőknek nyújtsanak lehetőséget arra, hogy áruikat eljuttassák a vevők felé. A Szigetközi Szatyor egy kis kihagyás után újraindult, októberig minden hónapban Rajkán és Dunaszegen várják majd a vásárlókat. Házi szörp, fonott kosarak, házi rétes, csak néhány azok közül a termékek közül, amik megtalálhatók a Szigetközi Szatyor széles választékában. A Szigetközi Szatyor 2014 óta működik, a mostanra alapítvánnyá vált civil szervezet fő célja a helyi termelők és kézművesek támogatása, valamint a lakosság körében a tudatos vásárlás, egészséges táplálkozás és környezettudatosság népszerűsítése. 8 évvel ezelőtt indítottuk el a kezdeményezést, az elmúlt 2 évben nagyon-nagyon felfutott tulajdonképpen, szerintem talán országos szinten is az érdeklődés a kistermelői és a kézműves termékek iránt. Ez ugye látszik itt a környékünkön is, ennek az eredménye az, hogy egy ilyen vásárt meg tudunk rendezni itt a Szigetközben.
Az elmúlt évben szinte teljesen a sziget közbe költözött a szigetközi szatyor, bár több rendezvény is elmaradt az elmúlt évben. A hatályos járványügyi szabályok betartása mellett igyekeztek a szervezők minél több vásárt megtartani. Így 2020-ban főként Dunaszegen, Máriakálnokon és Rajkán várták a vásárlókat a kézművesek és a kistermelők. Az idejében is igyekeznek minél több vásárt megszervezni, egyelőre havonta két alkalommal. Jelen pillanatban 2 darab vásárt tudunk megtartani a jelen intézkedések mellett, ez pedig Rajkán és Dunaszegen lesz, minden hónap második hétvégén Rajkán leszünk, és harmadik hétvégén vasárnap pedig Dunaszegen lehet megtalálni majd minket. Mivel a szezonnyitó szigetközi szatyor vásár időpontja egybeesett a költészet napjával, így a vásár területén több helyen is versekkel, vagy éppen versfelhők vízzel találkozhattak a vásárlók. A szigetköz szatyor legközelebb április 18-án, vasárnap reggel 8 órától várja az érdeklődőket Dunaszegen, a Széchenyi István Művelődési Háznál. Hétközi fordulóban fogadta a Krédóbusz Moson-Magyaróvár a Bicske csapatát. Jól kezdte a mérkőzést az MTE, és a vezetés is hamar összejött Varga László együttesének. A 13. percben Nagy Kevin szerezte meg az első találatot, majd a 60. percben egyenlített az ellenfél. A mérkőzés a 87. percben dőlt el, amikor a Moson-Magyaróváriaknak sikerült gólt rúgniuk, így 2-1-re megnyerték a mérkőzést. Néhány mondatban az elkövetkezendő napok időjárásáról. Pénteken és szombaton is felhős, borult, szeles időre van kilátás, jelentős csapadék azonban nem valószínű. Vasárnap ismét egyre több felé alakulhat ki eső, zápor, élénk, olykor viharos lesz a légmozgás, a hétvégén 10 fok körül alakul a nappali csúcs. Kedves nézőink, mai hírhátterünk vendége Molnárné Tóth Erika, a Bolyai János Általános Iskola megbízott igazgatója, akivel Szabó Fanni beszélget. Ezután az Acca és Zokni című könyv bemutatóját nézhetik meg. Pénteken 19 órától az Üzleti Negyed című magazinműsort, míg hétvégén az áprilisi nyugdíjas egyetemet vetítjük. Friss hírekkel legközelebb április 20-án, kedden 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!